Jaj. Mi a baj, bácsika? Jaj, fiacskám! Frontváltozás lesz, és érzem már, hogy jön ki a reumám. A reumája? Tudományos vészhelyzeti hívóvonal. Miben segíthetünk? Időjárásváltozás és reuma összefüggése. De sürgősen kérem, tudományos tévhitet szimatolok. A Földre érkező napenergia az egyenlítőnél a legtöbb, mivel a Föld geoid alakú. Ezért a sarkoknál a legkisebb, és a hőmérséklet is így változik. Az egyenlítőnél a legmelegebb, és a sarkoknál néha eléggé fagyossá válhat a hangulat. A hőmérsékleti tényezők miatt az egyenlítő környékén egy alacsony, míg a sarkoknál egy magas légnyomás öv alakul ki. És mindennek a megbolygatója és megháborgatója a Föld tenger körüli mozgása, ami előidézi a Coriolis előtt, ami minden légmozgást úgymond keletés. Mert milyen banális is lenne, ha a bolygónkon vízszintes vonalakkal el lehetne különíteni a hideg és meleg levegőt, nem? A Coriolis előtt folytán kialakult futóáramlások, a hőmérséklet különbség folytán a kétféle levegőt elválasztó vonal, tudományosabb körökben frontként is említik, elveszi szigorú linearitását, magyarán megkörül. Meddig tud követni, szomszéd úr? Na de térjünk a lényegre. A mérsékelt égőben az előbb említett nyugatias szelek kelet felé sodorják a ciklonokat, ami magával viszi a benne levő eltérő időjárási viszontagságokat, így befolyásolva egy adott településen, városban az időjárás. Meleg és hideg frontból lesz ciklon, mikor a hullámzás annyira erősödik, és a középpont nyomása pedig addig csökken, míg a hideg levegő utoléri a meleget. Itt az okluziós front alakul ki, és ez egy idő után örvényi alakul, tulajdonképpen ciklonná. Na, de hogyan is befolyásolják ezek a szeszélyes időjárási változások az emberi szervezetet? A kolléga elmondja. Köszi, Gyopi, de innen azt hiszem, átveszem inkább én. Reuma. Mégis mi a szutyog a reuma? Az izület két csont közt létrejövő kapcsolat, melynek fő feladata a súrlódás csökkentés. Így valami viszkózus, pillecukorszerű anyagból áll, hogy kényelmes csúszkálást biztosítson a csontvégeknek. Elvégre, ha a csontok nem tudnak elmozdulni, az illető nem fog tudni csatornát váltani, felkelni ajtót nyitni, vagy még azt a bizonyos tankönyvet sem fogja tudni kinyitni. Szóval igen, elnézést kémia tanárnő, ezért nem készültem a holnapi dogára. Kétféle konkrét probléma adódhat az izülettel. Vagy mechanikai túlterheltség hatására elkopik, például lapúzott sajtkoronghajítás miatt, vagy a szervezet saját védekező rendszere kapcsol turbó módba, és felszabálja a porcot. Hát igen, ez a mi immunrendszerünk. Amit láthatjuk, egyik betegség sem konkrétan az időjárás hibája. Igaz, az időváltozás felboríthatja a belső légnyomás, külső légnyomás libidóját. Sőt, lévén, hogy az immunrendszer is közrejátszik, akár szezonális allergia is okozhatja a tünetek felerősödését. Hangsúlyozom, felerősödését, tehát nem az okozója. Még a múlt században született egy-két kutatás, melyek támogatják az artritis időelváltozás kapcsolatot, azon kívül halovány a tudományos bizonyíték. Részemről ennyi. Kolléga, konklúzió. Következtetésként, még a mai napig nem tudjuk biztosan, milyen befolyása van az időjárási viszontagságoknak az emberi testünkön, szervezetünkön. Hogy felerősíteni vagy előidézni a kétségbe esett szomszéd reumás tüneteit, csak néhány szatellit tudja. Egy biztos, ne higgyenek el mindent az internetnek, és izületi fájdalmakkal pedig forduljanak mindenképp orvoshoz. Mindjárt We're sorry, your call cannot be completed as dialed.